Sziasztok! Köszöntelek benneteket a Peti Filmstúdió Sophie Főzős vlogja oldalán. Ma egy pulyka alsócomból készítek nektek egy nagyon egyszerű ételt. Nézzétek meg, így néz ki, mielőtt betolod a sütőbe. Nem egy nagy ördöngösség, szerintem bárki el tudja készíteni. Megtisztítjuk a pulyka combokat, szépen megböködjük, beletűzdelünk fokhagymát, megszórjuk fűszerekkel, és szépen pucolunk mellé burgonyát. Én sárgalépát tettem hozzá, meg hagymát, és fokhagymát, és ezt szépen itt összeforgattam egy picikét, és betettem így a pulyka mellé, és én nem szoktam fóliával letakarni, csak zsírpapírral, de mindjárt láthatjátok is itt szépen a készületeket. Itt lehet látni, ennyi minden kell hozzá, semmi más. Én itt régen félbe vágtam a krumplit, nem vágtam kisebbekre, meg körülbelül azt gondoltam, hogy egyszerre fog elkészülni, és igazam is lett. Megmostuk, megtisztítottuk, itt szépen beböködöm, látjátok, egy ilyen nagyobb késsel, ez jó, több mint majdnem 2 centis nyílás lesz, és a fokhagymákat darabokra vágtam, és szépen belenyomkodom. Nagyon jó ízt fog adni ennek a pulyka alsócomnak. Egyébként én szerintem ez a legfinomabb része a pulykának. Jó, a mellből is lehet jó dolgokat készíteni, de ha sütök, akkor szerintem ez a legjobb része a pulykának. Szépen besózzuk mindenhol, ne hiányozzon róla a só, és szépen be fogjuk fűszerezni, meg fogjuk egy kicsit locsolni. Bors, majoránna, kömény, ami megy rá, nagyon más fűszereket nem használunk, és kicsit, hogy megnyomkodjuk, hogy húzni mindegyik oldalán, kicsit összeszedjük, ami lehullott, ez itt a majoránnál, megfordítjuk, és így tesszük bele. Kicsit letakarítjuk a pultot, biztos, ami biztos, és akkor jöhetnek a burgonyák, megsózzuk rá a vörös hagyma, összesen fogom forgatni, csak ráteszem, rádobálom a sárgarépát, és arra, abba is van már fokhagyma, egy-két darab, megsóztuk, mert a zöldségekhez nagyon jó a fokhagyma, és fogok egy kis olívaolajat öntök rá, nem sokat, éppen csak egy picikét, és körülbelül egy olyan fél ujjnyi víz került alá, és nézzétek, én egy sütőpapírt nyomkodok ide be a szélére, bedobjuk egy 170 fokon, egy jó óra alatt elkészül, és így néz ki, mikor készen van. Gyakorlatilag egy kis savanyúságot, ha raksz hozzá, vagy akár csinálsz egy mártást, de így, nagyon, így is tökéletesen fogyasztható. Nem, sok sikert kívánok hozzá, nem nehéz, próbálkozzatok vele, és higgyétek el, nagyon-nagyon finom. Kövessetek, írjatok, iratkozzatok fel csoportba, a Sophie Főzős Vlogja csoportjában, most már elég sokan vagyunk, és vegyetek részt az előadásokban is, jó? Köszönöm szépen, sziasztok!